estét kívánok! Július 22-én hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják. Tartsanak velünk! Aranyszőrű paripák Európa élén. Július 15-én hétfő este adtuk hírül, hogy tovább halmozza a sikereket az agostyáni AH-tekeménes. Ezen a napon hallhattak szakmai értékelést az idei esztendőben zajló ragadozó madárköltés részleteiről, és megmutattuk, milyen vidám hangulatot varázsolt ismét az Angyalok és Tündérek galériába a Sémrók írzenekar. Újabb bajnoki címekkel gazdagodott az agostyáni AH-tekeménes, ezzel pedig Európa legeredményesebb istálója lett, hiszen a hétvégi bábolnai megmérettetésen Opra nevű kancájuk és a még avatatlan szemnek is lenyűgöző megjelenésű délceg is a győzelemig menetelt. A tatai ahalok felértek Európa csúcsára. Az Opra nevű kancánk megnyerte az egész kiállítást, és a saját tenyésztésű délceg esi, Siculus invictus, ménünk pedig a Mén Európa champion lett. Az Európa bajnokság kapcsán pedig a világ minden részéről felfigyeltek a szakemberek a helyi istállóra, így a mai napon egy széles körű szakmai találkozó részeként mutatták be az itt zajló munkát és a ménest, amiből már összesen 4 ló rendelkezik Európa bajnoki címmel. Jelenleg 29 tisztavérű ahaltekét tartunk Tata Agostyánban, Komárom-Esztergom megye ékszerdobozában az égköveinket. Így szoktam jellemezni, amikor előadást tartunk. És hát ezek az emberek szerették volna megnézni a többi lovunkat is, ezért kitaláltuk, hogy a kiállítás után egy after show partit rendezünk, melynek során bemutatjuk az összes lovunkat, illetve az itt folyó tevékenységet, szakmait is, tudományos munkát is, és hát nagy megtiszteltetésért, mert 11-12 ország képviselője jelent meg, 4 AHAL Egyesület elnöke van itt, Spanyolország, Argentina, Ausztrália, Egyesült Államok, Svédország, Dánia, Finnország, Ausztria, Csehország, hadd ne soroljam fel az összeset, és úgy néz ki egyelőre, hogy nagyon élvezik az előadást, nagyon tetszenek a lovak, és hát ez a csodálatos környezet, amit Agostyán nyújt. Az AH-teke az egyik legrégebbi, tudatos tenyésztés mentén szelektált lófajta, sivatagi származásából adódóan kivételes állóképességű, mentálisan kiegyensúlyozott, intelligens, ideális sportló, aminek ugyanakkor nincs túl nagy populációja világszerte. Világ egyik legszebb lova, tehát ha az interneten beírjuk, hogy a világ legszebb lova, az esetek túlnyomó részében az AH-teke jön elő. Ez az egyetlen lófajta, ami metálfényű, tehát ez egyedivé teszi. Egyébként ez a türkmén nemzeti szimbólum, a türkmén ló. Az ősi keleti lónak a ma élő legtisztább változata, így a honfoglaláskori lónak a ma élő legközelebbi rokona. Tehát ilyen hasonló lovakkal jöttek be az őseink, ez két dolog bizonyítja, az egyik a tudomány, a honfoglaláskori sirokból vett ló genetikai minták 34%-os hasonlóságot mutatnak a fajtával, más fajtákkal kevesebb, mint 10%, de a magyar népmeségnek van egy visszatérő motivuma, a bronz, ezüst és az arany színű lóról, ami csak a magyar népmesékre jellemző, és ebben a fajtában meg tudjuk mutatni ezt a 3 csodálatos lovat. Május vége, június eleje a fokozottan védett madárfajok, azon belül is a ragadozó madarak fészek ellenőrzésének időszaka. Arra kíváncsiak, ilyenkor a természetvédők, hogy sikerültek a költések, ennek meghatározására színes gyűrűs jelöléseket is alkalmaznak, és a rögzített adatokat nemzetközi programokba is továbbítják. A legnagyobb féltéssel óvják a parlagisast, hiszen az utóbbi 20 évben mindössze egyetlen pár költött a térségben. Már nagyon vártuk, hogy agrárkörnyezetbe, síkvidéken, a Kisalföldön is megjelenjen költőpár. Az utóbbi években 8-10-12 madár is mozgolódott a területen, ők átszíneződő, még nem költő madarak voltak, és idén tavasszal megtört a jég. Hát sajnos a fészkelés az meghiúsult, de reménykedhetünk, hogy jövőben ez a pár, vagy a továbbiak is sikeresen fognak költeni. Rétisas egy sikertörténet a magyar természetvédelemnek. Most már nagyjából 400 pár költ Magyarországon, így a megyékben is jelentős költőállománya van neki. Itt az egyik legaktuálisabb probléma halmazunk az a költési időszakban történő erdőhasználat, mert sajnos egy tárkány külterületén egy
erdőt kivágtak, amiben egy költőpárunk volt jelen. Szerencsére nagyon úgy tűnik, hogy a költés az ennek ellenére sikeres volt, mert mire az erdőt letermelték, addigra kirepültek a fiatalok. Viszont ettől függetlenül meghiúsult egy olyan terület, egy olyan teritorium, ahol az utóbbi években rendszeresen ugyanazon a helyen volt a költőpár. A másik sikertörténet a hazai természetvédelemben a vándorsólyomé. Jelenleg 19 pár költ nálunk, innen 31 fióka repült ki. Kevésbé sikerült azonban jól a szezon a fekete gólyáknak. Azt vártuk, hogy sikeres költések halmaza lesz, hiszen a fehér gólyáknál is nagyjából arra vezethető vissza, hogy nagyon sikeres, talán a legjobb költési sikert produkálták ebben az évben, az utóbbi 40 évből. Hogy nagyon jól érkeztek vissza a költőterületükről, amikor volt a vonulási csúcsuk, március közepe, március vége közötti intervallumban, akkor ezek a madarak, ezek a nagy testű madarak nagyon jó szelet kaptak délről, és ahogy török kollégák említették, illetve az izraeli kollégák is írták, nagyjából háromszor gyorsabban közlekedtek a madarak, nagyon sok energiát spóroltak meg, jó kondiban érkeztek vissza a madarak, jól tudtak költésbe kezdeni, hamarabb tudtak költésbe kezdeni, és aktívabbak tudtak lenni. Illetve itthon Magyarországon is, a Kárpát-medencében is kellemes, jó feltételeket kaptak a költéshez. Sajnos a fekete gólyánál nem ez történt. Mindössze 6 ismert párunk volt, aki költésbe kezdett, viszont mindössze 6 fiókát repítenek ezek a madarak. Ami viszont érdekesség ebben a történetben, hogy volt egy olyan párunk, aki elfoglalt egy mi általunk kihelyezett mesterséges fészket, ezt tavaly elfoglalták, és idén is visszaérkeztek. Tavaly viszonylag a költés vége irányába találták meg ezt a fészkelőhelyet, egy nem költő pár volt, idén viszont már a költés elején visszajöttek és elfoglalták. Rendszeresen jelentkezik egy-egy meglepetés koncerttel az Angyalok és Tündérek galériában a Tatai Írzenekar. A Shamrock Kocsma című kezdeményezés nem fizikailag, inkább hangulatában igyekszik eleget tenni az elnevezésének, hiszen a repertoár összeállításában a közönségre is hárul feladat. Havonta, másfél havonta van egy ilyen Shamrock Kocsma, és mindegyik Shamrock Kocsmának van tematikája. Ez a mai. Ez egy kívánságműsor. A címe is az, hogy Shamrock kívánságműsor, és itt a közönség, és a zenekari tagok, és a zenekari tagok rokonai kérhettek számokat. Ezáltal összeállt egy műsor, és igazából ez megmutatja, hogy mit szeret a mi közönségünk, és mit szeretünk mi zenélni. Ez egy nagyon vidám délután este lesz, úgyhogy remélem, hogy aki eljön, az mind fogja élvezni ezt a zenélést. A zenekar most a szokottól eltérő felállásban játszott. Két zenészünk most nem tudott eljönni, tehát egy mandolinos és egy fuvolás hiányzik, ezért visszacsaltuk a korábban velünk játszó, egyébként fantasztikusan játszó hegedűst, és ilyenkor ez mindig egy teljesen új hangzás világhoz vezet. Ugye mi kocsmazenét játszunk, tehát mi nem ír népzenét játszunk, ugye annak megvannak a tradicionális hangszerei. Ez egy könnyen előadható, érthető, vidám, gitárral, hegedűvel, banjoval előadott ír kocsmazene. Tehát most ez következik azzal a kis fűszerezéssel, hogy most két hegedűsünk lesz. Nagyon sok programunk be van már táblázva, szerintem már az egész évünk, úgyhogy mi ide nagyon szeretünk járni, és főleg azért szeretünk járni, mert kialakult egy olyan közönség, akik viszonylag rendszeresen járnak, nagyon jól érzik magukat velünk, mi is nagyon szeretjük, ha jönnek, és ezt a kis ír kocsma hangulatot, ezt meg tudjuk itt idézni. Nagyon jó barátaink is sokan, úgyhogy egy nagyon kellemes ilyen kocsma jelleg kialakult, persze a szónak a jó értelmében. Július 16-án beszámoltunk arról, hogyan igyekeznek enyhíteni a hőség következményeit a Cseke-tavon, és milyen friss hírek érkeztek a kánikula kapcsán. Július 17-én egy sajnálatos a múzeum tulajdonában történt rongálásról számoltunk be, valamint arról, hogy már csak kevés hiányzik a Menner Bernát zeneiskola gyűjtéséből, hogy sikeres legyen a hangszervásárlásuk. Ezen a napon készítettünk összefoglalót a Madárvárta utánpótlás és a vaszari szabadidős és sporttáboráról.
Az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján a július 7-én vasárnap 0 órától július 12-e péntek 24 óráig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást július 18-a csütörtök 24 óráig meghosszabbította az egész ország területére vonatkozóan, tehát továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Az elhúzódó átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, írja a közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mely szervezetek azt kérik a lakosságtól, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek egymásra. Különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, munkahelyen, vízparton, de utazás közben is mindig legyen kéznél egy flakon vagy pohár víz, aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűzőnapon. Rendkívül fontos, hogy a megvásárolt hűtést igénylő élelmiszereket minél kevesebb ideig tegyük ki a melegnek, mert a magasabb hőmérséklet hatására a legtöbb élelmiszer eredetű megbetegedést okozó mikroorganizmus elszaporodhat az élelmiszerekben. A gyorsan romlandó élelmiszerek, például nyers hús, húskészítmények, tej és tejtermékek biztonságos szállításához használjunk hűtőtáskát. Ha bármilyen érzékszervi elváltozást tapasztalunk, például elszíneződés, állag vagy kellemetlen szag, ne fogyasszuk el az adott alapanyagot vagy élelmiszert. Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg, akik szabadságokat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt vízbe mennének, illetve felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe. Várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére. Csütörtök óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A tilalom az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. Az országos tiszti főorvos által kiadott hőségriasztások híre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett Vész applikáción keresztül is elérhető. A Vész felhasználói már a riasztás kihirdetésekor rövid, szöveges üzenetben kaptak értesítést annak időtartamáról és fokozatáról. A hőség ellenére is szépen jártak a keszegek a Csalira ma a Cseke-tavon. A tó speciális helyzetéből adódóan különös gondozást igényel a víz utánpótlás és a vízminőség tekintetében, hiszen a szervezetnek rengeteg munkája van abban, hogy a gazdag halálomány miatt a térség egyik kedvenc horgászhelye lett az angol park szíve. A tartós kánikula azonban itt is megtette hatását, a víz hőmérséklete ma 27-29 fok körül mozgott. Ez kritikus, veszélyes. Ahhoz, hogy a halaink, a egyesületünk értéke, illetve hát maga a természet, a környezetnek károsodjon, mindent meg kell tennünk. Természetesen meleg vízben az oxigén, a vízben elnyelt oxigén mennyisége is lényegesen alacsonyabb. Nem kis szerencsénkre most már megjavult a víz utánpótlás biztosító cső, amivel az öreg tóból tudunk vizet szivattyúzni, eléggé költséges, de hát sajnos valamit valamiért, illetve hát, mint látható is, sikerült a vízre tennünk a vízforgató berendezéseket, amik nagyon komoly eredményeket várunk tőle, bízunk benne, hogy sokat fognak segíteni a halak túlélésében. A víz utánpótlás is szerencsésen alakult az idei esztendőben. A Gerecséből eredő bajjárokból kapott vizet a tó, amit az egyesületi tagok kétkezi munkával takarítottak ki. Nagyon szépen volt vízünk, az üzemi vízszint fölött tudtuk tartani a vízszintet. Sajnos a csapadék hiányában ez nem működik, így most jön az, hogy szivattyúzunk, illetve hát próbáljuk az oxigén, vízben elnyelt oxigén szintjét legalább tartani, illetve emelni. Az egyesület tapasztalata az, hogy a hőség a horgászok többségének kedvét nem veszi el, hogy szeretett hobbiának hódoljon, sőt az elmúlt versenyek is azt mutatják, maximális az érdeklődés a sporthorgászat iránt a tavon. És jött az éjszakai páros, ami most vasárnap fejeződött be, szombat este 8-tól, vasárnap reggel 8-ig tartott. Mit tesz Isten, pont 21 páros, megint 42 ember.
1404 kiló halat kellett neki kifogdosni, fáradtságos munkával, egy főre jutó átlag 66 kiló volt, hát csak úgy nem mellesleg, a győztes az több mint 171 kiló halat fogott. Az meg, hogy most melegben, igen, mi például most a fiammal itt vagyunk, és mi a melegben is horgászunk, hatalmas élmény. A keszegek ilyenkor meg vannak bolondulva, mint hogy az előbb is lehetett látni, szépen jönnek a keszegek, nagy élményt fogtunk, pontyokat is. Úgyhogy én azt gondolom, aki szeret horgászni, az kevésbé az időjárástól teszi függővé, hogy ő most akar-e horgászni, vagy sem. Furcsa módon fejezte ki Tata iránti szeretetét ezzel az üzenettel egy egyelőre ismeretlen tettes. A fekete félccel készített feliratok a múzeum egyik nagy becsben tartott napóráját csúfították el, épp a tóparti sétány mellett. Sajnos az elmúlt időszakban, főleg a nyár beálltával, az egyik nagy megállapításunk, hogy a rongálások és főképp a falfirkálások, a vár történelmi falainak festékszóróval történő befújása így elszaporodott, és ami egy nagyon sajnálatos esemény, ugye, hogy az egyik felajánlás eredményeképpen itt a vár előtt, a vársétány mellett látható csodálatos napóra is egy ilyen rongálás áldozatául esett. Az elmúlt napokban sajnos ismeretlen tettesek összefirkálták. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Tatai vár ugye emblematikus épülete városunknak csodálatos természeti környezetben fekszik. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a városba érkezők és az itt élők is ezt a csodálatos történelmi örökségű épületet minél tovább megőrizhessük. Ezért arra kérjük a városban élőket, illetve bárkit, aki erre járt, hogy az elmúlt időszakban egy-e gyakoribbá váló rongálások vagy egyéb károkozások miatt információjuk van, akkor legyenek szívesek a múzeum vezetőségét értesíteni, és mindenkit arra biztatunk, hogy amennyire tudjuk, őrizzük meg értékeinket, vigyázzunk a környezetünkre, akár azzal, hogy a kihelyezett konténerekbe vagy a szemétlerakókba helyezzük el a szemetet, vagy azzal akár, hogy figyelmeztetjük, mondjuk éppen a rongálás előtt állókat, hogy ne tegyék azt, amit mondjuk szeretnének. Működőképes, de közel sem tökéletes már a Menner Bernát Zeneiskola nagy termében álló zongora. A hangszer jó ideje megérett a cserére, ám egy új vásárlása sokáig nem volt opció az intézmény számára. A gyűjtéshez számos jótékonysági koncert, program és esemény hozzájárult, és támogatók jóvoltából most már tényleg csak egy hajszál választja el az iskola vezetését a vásárlástól. Hagy némi kívánnivalót ez a zongora. Szeretjük, szép, jó, de nem az igazi. És most eljutottunk oda, hogy a Sonata zongoraszalon jóvoltából hozzáférünk egy nem új, egy használt, nem mai, de nagyon jó zongorához. Egy Yamaha C5-ös típusú zongora kerülhet most a tulajdonunkba. Ezt csak nekünk hozták be Magyarországra, feltúrták egész Európát, de tényleg, találtak egyet, behozták, megmutatták, imádjuk. Oda mentünk a szakértőinkkel, az egyik kollega még a szemét is befogta, és végigpróbáltuk az összes zongorát, és mondta, hogy na, az legyen az, igen, az jó, és ezt a zongorát most sikerül megszereznünk, de legalábbis rövid időn belül, de ehhez még szükségünk lesz. Most jelenleg, tegnap úgy álltunk, hogy 500 000 forintra lesz szükségünk, mára már csak 300 000 forint kell, úgyhogy nagyon-nagyon a célegyenesben vagyunk, és látjuk a fényt. És ha ez a zongora ide kerül, ez egy olyan zongora, amit gyakorlatilag egy ilyen etalon. Tehát az ember bárhova megy, szinte biztos, hogy van ott egy ilyen zongora. Aki ezen tanul, ezen gyakorol, elmegy máshova, otthon érzi magát majd máshol is, hiszen az lesz, ha ide jönnek a nagy művészek, ehhez bátran lemernek ülni, nem lesz kérdés, nem lesznek kompromisszumok, hanem egy jó hangszerhez ülhetnek. Ennél nagyobb lesz, ennél szebb lesz, újabb lesz, és a hangzás is sokkal jobb lesz.
A szokásos rendben ellenőrizték a hálókat a fiatalok a Ferenc Majori madárvártán. Az apró szárnyasok ezután estek át a szokásos méréseken és ellenőrzéseken, mely adatokat később a természetvédelmi szervezetek munkatársai is használják. Ennek a tábornak a célja elsősorban a madarász utánpótlás nevelése, és hogy a jelentkezők a gyakorlatban sajátíthassák el a madárhatározással és a madárgyűrűzéssel kapcsolatos ismereteket. Ez a negyedik Ferenc Majori madarász utánpótlás tábor, ahol minden ilyen természetkedvelő fiatal gyereket vártunk, ugye ez a 10-16 éves korosztályban, és nekik próbálunk közelben minél színesebb programokat nyújtani. Voltunk már éjszakai és nappali lepkészni, a tegnapi nap hüllő kételtűzés, a mai nap pedig denevérezés is várható a madarászat mellett, ami azonban végigjárja igazából az egész tábort, madárra gyűrűzünk, valamint felméréseket is bemutatunk a gyerekeknek. Az élőhely miatt a tömegfaj a barátposzáta, vagy barátka, ugye egy bokorposzáta, bokros élőhelyen vagyunk, azonban szerencsére több színesebb, akár barkós színegét is viszonylag sokat fogtunk most a nádasba, valamint a cserregő és az énekes nádi poszáta is jelen van. A sátorral érkeztek a gyerekek, a legtöbben már ismerik egymást is, akkor közös nagy sátrazás van, 6-kor kelünk általában, akkor már elindulunk szedni, azonban nagyon sok esti programot is tartunk. Ez ugye korán kelünk, későn fekszünk, ugye az éjszaka nagyon sok békát, denevért, valamint éjszakai lepkét lehet megfigyelni, ezt is próbáljuk nekik megmutatni, de nagyjából ugye a meleg miatt 9-ig tudjuk tartani a reggeli programot, utána már nagyon nagy meleg van a madarak miatt, az épségük miatt nem tartjuk nyitva a hálót, és délután pedig próbálunk minél inkább ilyen érdekes, akár mindenféle játékos foglalkozást tartani nekik. A karate és a zumba is jól megfért egymás mellett a napi programban. Sportolással, kirándulással és sok-sok játékkal töltötték az időt azok a gyerekek, akik a Vasaris napközi táborba jelentkeztek. A tábor 6 évvel ezelőtt indult, zumba táborként indult, mert én zumbát oktatok a mindennapos testnevelés keretében a Vasari János Általános Iskolában. Az idei évre kibővítettem azért, hogy több fiú részt vehessen a táborba, illetve felsősök is jöjjenek. Ezért egy szabadidős napközis táborra alakítottam át a tábor. És bárkit vártunk az általános iskolás korosztályból. Szerencsére nagyon sok jó sportoló és jó kapcsolat van, ami kiépült már a városban, például most Szabó Kornélnál. Karate órán vettünk részt a gyerekekkel, itt kaptak egy tájékoztatást az internet veszélyeiről, egy rendőrtől, a kaposvári rendőrségről, illetve a fürdőzés főbb szabályait beszéltük át. Minden napunkat átszövi a zumba, azért azt minden nap egy fél óra keretében többet nem, mert nagyon nagy a hőség, de buborékfocin vettek részt, meglátogatjuk még a malomkertet, tájfutó edzésük lesz a gyerekeknek, és a kocsi-kocsitoló múzeumban voltunk, ami idén a hungarikumok közé is bekerült. Július 18-án csütörtökön a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjának tatai vendégeinél jártunk, majd a városgazda adott információkat arról, hol és hogyan frissülhetünk fel városszerte a hűségben. A Magyari Házba pedig a Szeretlek Békés Egyesület tagjai látogattak el, és hoztak a haza szeretetről szóló verseket. Csíkszeredától Sepsiszentgyörgyig, Szombathelytől Dunaszerdahelyig érkeztek fiatalok a tatai táborba. A Matthias Corvinus Kollégium két turnusban rendezett egy-egy találkozót a városban. Ezek a fiatalok ötödikesek, és egy éve kezdték meg a fiatal tehetségprogramot, ami többek között azt támogatja, hogy a fiataloknak legyen módjuk megélni és jobban megérteni, hogy a határokon túl Kárpát-medence szerte élnek magyarok. Legyen személyes tapasztalatuk is arról, hogy az országhatárokkal nem ér véget tehát a magyarság közössége, és akkor itt ez azt jelenti, hogy a gyerekek egy héten keresztül együtt nyaralnak fehérváriak, mondjuk sepsiszentgyörgyiekkel, stb. Tehát Erdélyből, Magyarországról, felvidékről és délvidékről is érkeznek gyerekek, és szeretnénk rögtön egy olyan élményt adni nekik, hogy tudják, hogy a magyarság az egy nagyon széles spektrumon valósul meg. És ezzel azt is segíteni, hogy később aztán saját akaratukból is szívesen látogassanak el a Kárpát-medence más-más pontjaira, illetve az Erdélyét, a kárpát-medencei nem magyarországi magyar gyerekek is otthonosan érezzék magukat Magyarországon, legyenek itt barátaik, tudjanak utána kapcsolatot tartani. Jelentős az érdeklődés az MCC egyetemi programja iránt is, amelyre még mindig pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat most befejező diákok. A tehetséggondozó intézmény 6 képzési központban, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon,
Miskolcon, Szegeden és Pécset várja a fiatalokat. Ennek a képzésnek a sajátossága, hogy az első éve, az úgynevezett junior év, egy olyan alapozó programot kínál a hallgatóknak, ahol a különböző tudományos alapkészségekkel, úgy mint logikus gondolkodás, a világ nagy kérdései, gazdasági, diplomáciai, kulturális vetületben, illetve retorika és kommunikációs technika, tehát ezekkel a területekkel ismerkedhetnek meg, illetve a hallgatóknak lehetőségük nyílik utána az úgynevezett iskola rendszerben már egy-egy tudományterületen is mélyebb ismereteket szerezni. Most azokat várjuk a képzésbe, akik idén érettségiztek, és ősszel kezdik meg nappali tagozatos hallgatói tanulmányaikat valamelyik felsőfokú intézményben, olyan városokban, ahol jelen van az MCC-nek a képzése. Én azzal tudom bíztatni minden jelentkezésen gondolkodó leendő hallgatónkat, hogy az egyetemet jól kiegészítő képzés ez, ahol mélyebb tudásterületekkel lehet foglalkozni, nemzetközi kapcsolatok építésére nyílik lehetőség, és emellett pedig egy olyan inspiráló közösségnek a tagjai lehetnek, amely tényleg egész életre szóló szakmai és emberi barátságokat eredményezhet. A leendő hallgatók Budapesten július 28-áig, a többi képviseleten pedig augusztus 8-áig adhatják bejelentkezésüket. Folyamatosan töltik az öntöző zsákokat a csemeték tövében, de egész nap működnek a párakapuk és az ivókutak is a városban. Idén is mindent megtesz a Városkapu Nonprofit Kft., hogy enyhítse a rekordokat döntögető hőséget, hangsúlyozta dr. Szerencsi Rihárd, a cég vezetője. Minden évben, amikor beköszönt a kánikula, akkor a városgazdának is megvannak a maga feladatai, amiket végre kell hajtani. Három ilyen területet tudok kiemelni. Az első és legfontosabb, hogy a lakosságnak ivóvizet, ivóvízvételi lehetőséget tudjunk biztosítani. 12 pont van Tata területén, ahol ez rendelkezésre áll. Itt azért hadd jegyezzem meg, hogy nagyon megnehezíti a munkánkat a nagyon sok rongálás, tehát sokszor nem a természetes erodáció az, aminek köszönhetően javítani kell ezeket, különös tekintettel azokra a patinás kutakra, amelyek megrongálásra kerülnek, és ugye ennek az alkatrészpótlása, a rendbehozattal ez nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ez a 12 lehet menni jóval több is, hogyha nem menne sok felesleges munka erre. De egyébként ez a 12 kút, ez működőképes jelenleg is. A második ilyen pont, amiben próbáljuk segíteni a kánikula elviselését, az a párakapuknak a kihelyezése. Rendszerint szoktunk egy párakaput kihelyezni a művelődési háznál, itt a Kossuth téren és a Haranglábnál. Jelenleg már folyik a műhelyi munka, és bővítjük ezt a kört, úgyhogy a Ciframalom és a Magyari Szobor közötti területen is el fogunk helyezni egy párakaput. A harmadik ilyen sarkalatos a növények védelme. A kollégáim folyamatosan járják a várost, és a tikkasztó hőségben elszáradt növényeket, azokat próbálják frissen tartani, illetve a fáknál pedig nagyon sok helyen öntözőzsákokat helyeztünk el, úgyhogy én azt mondhatom, hogy ez a három fő terület van, amivel a városgazda tudja segíteni a hőség elleni védekezést. Hazám, melyet én oly nagyon szeretek, nagy költőóriások leírták már annyiszor a hazaszeretetet. 2006. februárja óta működnek a Békés Csabai irodalmi estek. A Szeretlek Békés Egyesület tagjai több mint 200 ilyen alkalmat szerveztek már szerte az országban és a Kárpát-medencében. A sorozat ezúttal Tatára látogatott. Ez a Petőfi Kulturális Programnak a keretében megvalósuló magyar irodalmi értékeink versfelolvasó program, melynek keretében a Szeretlek Békés Vármegye Egyesület hozott el nekünk hazaszeretetről szóló verseket, és ezt a programot a Nemzeti Művelődési Intézet által tudtuk ide Tatára eljuttatni. A 30 állomásos turné alkalmával a Békés Csabai irodalmi estek kivonatát hozta el a csoport a hallgatóságnak. 200. Békés Csabai irodalmi estre küldött egy videóüzenetet Revicki Gábor, Kossuth Díjas színművész, aki nagyon sokáig itt élt Tatabányán, és mondta nekem, hogy ők aznak idején nagyon sokat jártak így felolvasni különféle a bányászokhoz, meg kulturális intézményekbe, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy én ezt visszahoztam. És Revicki Gábor, kedves barátom, azt mondta a Békés Csabai irodalmi estről, hogy ez a magyar nyelv, a magyar irodalom és az olvasás ünnepe. Ezt próbáljuk visszahozni, milyen csodálatos nyelvünk van. Ez a magyar nyelv egy igazi
csoda. És egyébként a Békés Csabai Irodalmi Esteken nem csak kortárs, nem csak klasszikus írókat olvasunk fel, vagy a műveikből olvasunk fel, hanem önéletrajzi könyveket is mutatunk be. Többek közt vendégünk volt Tőkés László, református püspök, de Pataki Attila önéletrajzi könyvét is bemutattuk, illetve sok-sok művészét, tavaly például Bagi Ivánnak a novellás kötetét mutattuk be, és hála jó Istennek most már a Kárpát-medencéből jelentkeznek hozzánk írók, hogyha esetleg itt Tatán is van író, akkor nagyon nagy szeretettel látjuk, akit be tudunk mutatni a Békés Csaba Irodalmi Este keretein belül. Múlt hét pénteken jártunk a Talentum rajztáborában és egy tatai lovardában is, ahol különleges módon érzékenyítették a gyermekeket. A kánikula nem kívánatos következményeire pedig házi orvos hívta fel a figyelmet. Július 7-én rendeltek el hőségriadót Magyarország egész területére, amely felhívás július 19-től másodfokon, de vasárnap éjfélig továbbra is érvényben van. Az elmúlt hetek időjárása rendkívül megterheli az emberi szervezetet, közel 20 másodpercenként kapott értesítést az Országos Mentőszolgálat. Az egészségügyben dolgozó szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot, hiszen számos veszélyt rejt a tartós és extrém meleg. A hosszas hőség megterheli a szervezetet, és idővel kimerülhet, ezért védekezési módszereket kell bevetni. Ugye néhány pontban összefoglalva, étkezés, folyadékfogyasztás. Könnyebb ételeket fogyasszunk, inkább többször kevesebbet, a nehezen nem észhető zsíros ételeket kerüljük. Mediterrán étrend javasolt ilyenkor. Folyadékfogyasztás. Lehetőleg mennyiségben sok legyen, de sót is pótoljunk, mert a vérnyomás fenntartásához szükséges. Ne ígyunk alkoholos italokat, sok kávét, inkább a limonádét részesítsük előnybe. Az életmódunk is változhat. Célszerű elmenni szabadságra, vízparton könnyebb átvészelni a meleget, és a hőterhelést lényegesen lehet csökkenteni. Természetesen, aki dolgozik, annak célszerű gyakran zuhanyozni, langyos vagy hűvös vízzel, akár többször is naponta. Az öltözködésünkbe figyeljünk arra, hogy lehetőleg fehér, világos színezeti ruhát viseljünk, és olyat, ami a naptól megvéd minket. Otthoni környezetet lehetőleg szigeteljük, amennyire lehet a melegtől. Hajnalban, este későn szellőztessünk, húzatot csináljunk. Az időseknek külön és a kisgyerekeknek probléma még ez a meleg. A szülőkre vonatkozik, hogy gyereket autóba ne hagyjanak, ne felejtsék ott, nagyon hamar túlmelegszenek, akár csak a kisállatok is. Időseknél pedig arra figyeljünk, hogy a gyógyszerszedés, ami eddig jól bevált beállítás szerint működött, szükség szerint változtatható, mert a sok folyadékvesztéssel a gyógyszerek hatása megváltozik. Ugye ezt ilyenkor a házi orvossal érdemes egyeztetni, illetve ugye a krónikus betegek lehetőleg pihenjenek többet, nem mozogjanak olyan sokat a napközben, amikor a legmelegebb van, hanem maradjanak olyankor otthon. Készültek a csendéletek, linómetszetek a Talentum iskola termeiben. A művészetek és az alkotás iránt érdeklődő fiatal tehetségeket várták arra a nyári művésztelepre, aminek a tatai intézmény adott otthont, de nem csak a helyi fiataloknak szólt. Én már eleinte úgy jöttem, hogy én tudtam, hogy felvettek ide. Hát eddig, amit csináltunk, festés volt már, igazából mindenfélét is, szobrászat, grafika, most linómetszés lesz. Szerintem nagyon jó. A hagyományos munkák mellett a kreativitásukat is volt lehetőségük szabadon engedni a diákoknak, persze sok-sok vidámsággal együtt. A neve Lali. Egy csontváznak indult, mindenféle része lett. Egy saját készítésű lény, aki mindent tud a világról. Ketten dolgozunk egy kollégámmal itt a Talentum iskolában együtt, a hétköznapokban is, és akkor így jött, hogy csináljunk nyári művészterepet fiataloknak. Nagyjából, amiről egy ilyen tábor szólni szokott, az a rajzolás, festés,
és ezen kívül kreativitás, fejlesztés. És itt ebben az iskolában minden adott ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk csinálni. Klasszul felszerelt rajz, műtermek vannak, és van grafikai műhely is, úgyhogy szabadon tudunk dolgozni. Semmiféle ilyen követelmény nincsen, de azért az általános, hogy az jön ide, akit ez érdekel, és így azért könnyű is együtt dolgozni velük. Egyrészt technikákat mutatunk, gyakorlunk, délelőttönként csendélet van, tehát a látványalapú rajzolás van terítéken, és akkor délután kicsit szabadabb, kreatívabb feladatokkal kínáljuk meg őket. Ilyen sablonfestés volt, papírnyomatokat készítettünk, ma linómetszet, úgyhogy van egy pár feladatunk, és ki is tart a héten. Mi a legjobban tetszett, amellé pedig rajzolj egy szívecskét. Bakancslista is készült a tábor utolsó napján, ebben a Nassai úti lovardában. A szervezők nem csak arra voltak kíváncsiak, kinél mi volt a legnagyobb élmény a hét során, de arra is, milyen félelmeiket sikerült legyőzni, és mennyire szívesen vettek részt a színes programokban. Lovagoltunk, és kézműveskedtünk, meg játszottunk. Lovagoltunk, idomítottuk a kutyákat, és játszottunk. Trambolinoztunk, játszottunk, és strandoltunk. A gyerekek közt akadt olyan is, aki a hét utolsó napjára összeszedte minden bátorságát, és a jámbor, bár jóval méretesebb lúra is most először mert felülni. A szervezők célja a kezdeményezéssel nem csak és kifejezetten a lovas képességek fejlesztése volt, hanem egyéb kompetenciák, mint például a szociális készségek erősítése, hiszen mint oly sok mindenben, a lovak ebben is kiváló partnerek. Nagy Erika korábban több helyszínen is szívesen táboroztatott fiatalokat, most egy kis kihagyás után újra kezdte a népszerű sorozatot. Mindig a fejlesztés a lényeg, de játékosan. Nem szeretnénk leültetni, nem szeretnénk beszabályozni őket. Nyilván vannak szabályok, amiket be kell tartani, és vannak irányított játékok. Ezek sem foglalkozások, hanem irányított játékok, de ez kell. Tehát mindig van egy irányított, van egy szabad, egy irányított, egy szabad, mert különben elszabadul a pokol. Ami még nagyon fontos, hogy tehát nem csak olyan gyerekek járnak hozzánk, akiknek nincsen semmi problémájuk vagy akadályuk a szociális kapcsolatokban. Jelen pillanatban is van egy autista és egy ADHD-s gyerekünk, és én azért szeretem ezeket a táborokat, mert mindig van egy-kettő olyan, akit a többieknek egy kicsikét meg kell ismerni és el kell fogadni. Tehát bár lovasfejlesztő táborként írtuk ki ezt a tábort, de tulajdonképpen szerintem ez a tolerancia és a türelem tábora lett. Mindannyiunk rengeteget tanult tőlük, általuk és velük. Viszont tegnap már teljesen lehiggadt, és egy gyönyörű csapatmunka volt. Az együtt töltött hét több szempontból is megmutatta a közösség erejét, hiszen magánszemélyek is különböző felajánlásokkal járultak hozzá a gyermekek kellemes időtöltéséhez. Mann Ádám, aki az amerikai hotdogjával jött, és az egy reggelinket állta, és ő maga készítette el, és van egy nagyon kedves barátom, aki viszont az egész heti ásványvízünket biztosította, úgyhogy nekik nagyon szépen köszönjük, és a lányomnak is, aki végighúzta velem a hetet, meg természetesen a Fanni, akivel ezeket mindig együtt csináljuk. A szokottnál ma egy kicsit keményebb fogásokkal ismerkedtek a Renmei Kyokushin karate sportolói. Az egyesület hagyományos nyári táborát tartja, ahol a hétköznapi edzéseket kiegészítve is új ismeretekre tehettek szert. Ezúttal például a Koryu karate jutsu vezető instruktorának jó voltából. Különbség a mi karaténkban és az övékben talán, hogy a Koryu karate jutsu az régi ősi rendszert jelent, az azt jelenti, hogy a valós önvédelem mindenféle szabály nélkül. Ezeket számtalan stílusban használják, leginkább az összes létező jutsuban, úgy, mint például a tekkesek is jutsut tanulnak, pontosan ezért. A karatéban azért tudjuk ezt beépíteni, mert a karatéban számtalan forma gyakorlatot gyakorlunk. Ennek az egyes mozdulatoknak, varázslásoknak, nagyívű védekezéseknek, unzavajtan unzafor, az értelmét nem nagyon tudjuk. Azt gondoljuk,
hogy ez azért van, hogy az egyes technikát megtanulják. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a karatéban a forma gyakorlatok, azok a régi karatemestereknek a YouTube linkjei voltak, abban rejtették el az egyes mozdulatoknak az értelmezéseit. Ez a fő csapás irány a korjúban. Ők szuperek nagyon. Kiósokat amúgy is nagyon-nagyon szeretem, nagyon kemény harcosok. Ezért nagyon szeretek idejárni, és ezért nagyon veszélyes, mert rengeteg ízületfeszítést, életpont támadást használunk, úgyhogy mindig egy picit inkább lassítani kell őket nem pörgetni. A tábort már 17. alkalommal szervezik meg itt a Fényesen, a kánikulára való tekintettel elég sok vízi edzést is beiktattak a héten. Vízben egy kicsit még küzdünk, kátázunk, formagyakorlatozunk, harcolunk benne, tehát ezt iszonyatosan élvezik a gyerekek. Meleg az biztos, de nagyon jó hangulatú, úgyhogy a meleg ellenére hát jobb lenne, mint a hideg lenne igazából. A munka pedig a táborral sem ér véget, sőt annak dandárja csak most következik, hiszen komoly versenyekre készülnek az egyesület sportolói. Ugyanúgy mi edzünk minden egyes nap, tehát folyamatosan, heti 2-3-szor, aztán a szeptemberben kezdődik a versenyszezonunk, arra készülünk, most a tábor végén zárása az egy jövvizsgával zajlik. Fiúknak, lányoknak, aki jövvizsgázik, azoknak egy megmérettetés, hogy mennyire állnak készen, felkészültek, valaki övszínváltással is, úgyhogy hasznosan telik a vége. Aztán utána rögtön belevágunk egy versenyszezonba, hiszen készülünk egy Európa-bajnokságra, készülünk egy pontosabban két Európa-bajnokságra, egy ifjúsági Európa-bajnokságra és egy felnőtt Európa-bajnokságra is, úgyhogy gőzerővel edzünk tovább. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a Tatai Televízió Tallózó című műsora legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik, de addig is kövessék figyelemmel napi híradónkat. Én további szép estét, jó tévézést kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!